Ezek a karok jelzik, hová kell majd ültetni a fákat azoknak a családoknak, akik jelentkeztek a virágos tolnaért és mörzsért munkacsoport felhívására. A tolnai önkormányzat mellett dolgozó szervezet azt tűzte ki célul, más településekhez hasonlóan olyan parkot hoznak létre, melyben az itt született gyermekek tiszteletére telepítenek fákat minden esztendőben, erősítve ezzel a kötődést a szülőföldhöz. Ennek a ligetnek a megkezdésével, megvalósításával elinduljon egyfajta közösségi társadalmi kohézió is, ami segíti azt, hogy születendő gyermekeink és a családjaik érezzék azt, hogy a gyökereik itt vannak a szülőföldön, a településen és a hazájukban. A tervek szerint a ligetben nem csak növények kapnak majd helyet, hanem padok és sziklakert teszi majd otthonosabbá a területet. Az alig néhány hete megjelent felhívásra első körben 15 család jelentkezett. Valahol megérteti azt, hogy mindenki tartozik valahova, mindenki jön valahonnét. És aztán, ahogy mondja a mondás is, hogy ha jól emlékszem, egy latin mondás, hogy adjunk a gyerekeknek gyökereket és szárnyakat. Ez egy gyönyörű régi mondás, és én azt gondolom, hogy ez valahol itt kezdődik. Aztán folytatódik az intézményeinkben, és felnőttként nyilván folytatódik a társadalmi életbe való beilleszkedésbe. A liget kialakításának első kapavágásaira a hétvégén kerül majd sor a tolnamözsi temető tőszomszédságában.